Egy interjút fogok csinálni, egy nagyon különleges vendégem van, hadd üdvözöljelek! Üdv az Aperture 600D széria második részében, ahol négy különböző szenáriót fogok megmutatni, hogy hogyan emeli egy következő szintre ez a fény a felvételeket. A széria első része egy ilyen tradicionális review volt, hogyha nem láttad azt, akkor majd belinkelem a leírásba, a like-on-ba, amit amúgy benyomhatnál, mert nagyon sokat jelentene. Oké. Kezdjük is el, mindent átbeszélünk, de először intro. Szerettem volna ezt a videót megcsinálni, talán azért, hogy azt az 1500 eurós árat validáljam magamnak, hogy egy fényre ennyit költöttem, de komolyra fordítva a szót, hogy adjak valós életbeli példákat arra, hogy mennyire értékes egy olyan erős light, mint a Aperture 600. Hogyha érdekel, akkor nézd végig a videót. Kezdjük az első jelenettel, ami egy nappali jelenet, egy világos szobába, óriási ablakokkal, és mivel rengeteg fény jön be, ezért úgy kellett exponálnom, hogy ne legyen kiégve az ablak, meg a kinti részek, de természetesen a belső részek se legyenek sötétek. És erre nem feltétlen lenne elegendő egy 300 wattos fény is, de a 600D egy szép nagy softboxal gyönyörűen megcsinálja a feladatát, és még HDR-re sincsen szükségem. Itt a kulcs, hogy az ablakokra exponáljak, és utána kapcsolom be a 600D-t, hiszen hogyha nem használnánk egy erős fényt, akkor nyilván sötét lenne bent, és csak a kinti lenne rendben, illetve fordítva, ha bentire fókuszálnánk, akkor pedig kiégnének az ablakok. Persze, ugyanezt elérhetnénk akkor is, hogyha több különböző fényt használunk, de ahogy az első videóban is mondtam, minél egyszerűbb valami, annál jobb, és én szeretem ezt a luxust. Egy ilyen esetben amúgy nagyjából olyan 30%-on volt a 600D, ami pont azt mutatja, hogy tényleg nincs olyan szenárió szerintem, ahol ne tudnánk ezzel dolgozni. Itt vagyunk a szetten, egy interjút fogok csinálni, egy nagyon különleges vendégem van, hadd üdvözöljelek! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, egy igazi megtiszteltetés, hogy itt tudok lenni. Nagyon régóta követem a csatornádat, iratkozzatok fel, az egyik legjobb csatorna. Oké, viccet félretéve, ez egy ilyen tipikus három fénnyel lévő setup, amit használunk, és ami fontos, hogy a kamerától távolabbi oldalunkon vannak a főfények, amikkel aki beszél, a vele szemben lévő fény egy nagyon jó főfényként használ, de a másik szereplőnek viszont egy ilyen akár a haját, az éleket egy kicsit megvilágítja, és ilyen 3D hatást kelt. Használunk még egy harmadik fényt is, hogy ne legyen túl sötét ez az oldal, és azt egy lanternel világítjuk meg. Amúgy szerintem az egy nagyon jó kombó, hogyha... Nem, majd mindjárt beszélek a különböző fényekről. Kezdjük onnan, hogy építetted fel a szettet? Mi az, amit kitaláltál? Miért így vagyunk megvilágítva, hogy meg vagyunk világítva? A fények. Nos, hát mindenkinek érdemes átgondolni azt, hogy milyen fényeket használjon, hogy legyen ez a kis vagy akár nagyobb parkjának is a felépítése, és igazából két irányba lehet elmenni, vagy beruházunk valami nagyon drágára, és abból hozzuk ki a legtöbbet, vagy pedig szépen építünk, és egyre több fényünk van. Nincsen jó vagy rossz megoldás, eldönthetjük, hogy melyiket válasszuk. Itt most egy klasszikus három fényes setupunk van, ugye az egyik az Aperture 300D, ami egy drágább fény, de control boxa van, amúgy baromi jól is néz ki szerintem, és ezt az Amaran, ami ugyanúgy Aperture termék, csak egy kvázi megfizethetőbb vonala, a 200D, 200 watttal nagyon erős tudjuk használni, de van X-es verzió is belőle, ami ugye bicolor, tehát a fehér egyensúlyt tudjuk állítani, ami jelenleg 5600 Kelvinen van. Mindegyik fénynél, és használunk egy harmadik fényt is, ami meg egy lanternel van, az éppen azért van, hogy itt ne legyen annyira sötét ez a rész, és ugye nagyon különleges ez a helyzet, hogy egy ablak mellett ülünk amúgy. És most totálból láthatjuk egymást, itt van a behind the scenes-es dolog. Hát igen, így nézünk ki behind the scenes-ben, olyan, mintha te is itt lennél, és
Hogyha úgy érzed és tetszik, ahogy kialakítottuk ezt az egészet, akkor kérlek, nyomj egy like gombot, és amit kommentelhetnél is egyet, hogy elmondd, hogy hogy tetszik, mit csinálnál másképp. Mielőtt belemegyünk abba, hogy hogyan lehetne másképpen is megvilágítani ezt a jelenetet, mondd el kérlek, hogy miért ezeket a fényeket választottad és hogy állítottad be, milyen a fényerősség. A challenge vagy kihívás az igazából az, hogy tudunk-e olyan erős fényt teremteni, hogy ne égjen ki a háttér, és közben mégis legyen egy ilyen jó megvilágítás. Direkt ezt a helyet választottuk itt az Everlightnál, aki az Aputure-nek az egyik hivatalos disztribútora Magyarországon, és ezeket a fényeket a videóra amúgy oda is adták. Amit el szeretnék mondani, hogy mind a 200 watt és a 300 watt bőven elég arra, hogy megadja nekünk ezt a nagyon jó hatást, ugye 3D-vel ki tud emelni az a fény, ami mögöttem van, a szemben lévő fény még úgy is, hogy mondjuk nagyjából egy 2 méterre van, elegendőt ad, és egy kisebb lanternt használva bőven elég arra, hogyha itt túl sötétek lennénk, még az is megfelelő tartományban legyen. Be milyen a fényerősség? Igen, a százalékok. Nos, hát a 300 az egy nagyon erős fény, nyilván nem annyira, mint a 600, és ott létezik 1200 is, de ahhoz, hogy meccseljük azt, hogy a 200X-et és a 200D-t kimaxoljuk, ezért egy olyan 33% körül használjuk. Maxon van a másik, ami azért mutatok oda, mert ugye ott van a 200X, és a lanternél ugyanúgy egy 200D-t használunk, ami 200 wattos, de ide nem kell annyira erős fény, úgyhogy ezt egy olyan fél alatt, olyan 40-50% között használjuk, és ez a nagyon jó kis piros accent, amit még használunk, ugye a P60C-vel, ezek nem olyan erős panelek, ezért ez lehet 100%-on. Imádom ezeket a paneleket, és a C ugye az azt jelenti, hogy színes, és most egy nagyon erős piros kis hatást tettünk fel, ami lehet, hogy nem is érződik annyira, de hogyha mondjuk paneleket is szeretnénk használni, és veszünk, ahogy építjük szépen idővel előre haladva a különböző kis eszközeinket, akkor mégis ad egy ilyen egy finom kis valamit a fill oldalról, közelebbiről, amivel megint játszhatunk, attól függ, hogy milyen hatást szeretnénk elérni, lehet, hogy van egy ügyfelünk, akinek valamilyen konkrét színe van, akkor azt már tudjuk mondjuk így inkorporálni. Menjünk behind the scenes, hogy miket, hogy alakítottunk ki. Ugye van 2 állványunk, és hát nyilván, amikor magamat vettem fel, akkor az állványokat mozgattam. Itt látszik, ez a legmasszívabb, ugye egy boom állványon van a 600D, de lehetne bármi más is. A két P60C így van berakva a fill oldalra, és a 300X itt van, a Lidom-mal, és a másik oldalon a 200X is itt van. Nagyon-nagyon stabil állványokon, erősek, ezek is egy C-stand, illetve akár használhatunk nyilván a P60C-nek nem kell olyan erős állvány, de ez is egy nagyon masszív, ahogy van, és amúgy meg ez az, amit látunk így behind the scenes. Oké, most menjünk tovább egy elég jó kihívásra, ami Petinek, szerencsére nem nekem, egy igazi challenge lesz, mert egy pár nagyon erős fényt, az Aputure 600D-t fogjuk használni, de megnézzük, hogy ki tudunk-e alakítani egy olyan setupot, amikor csak ezt az egy fényt használjuk, és néhány derítőlapot. Király, menjünk a következő jelenetre, ami engem nagyon érdekel, és mivel egy eléggé, hát mondjuk úgy, hogy lusta vagyok, szerintem sok esetben inkább használnék csak egy fényt, hogyha ugyanazt a professzionális eredményt eléri, úgyhogy nézzük meg, hogy el tudjuk-e ezt érni. Menjünk át a másodikra, ami ugyanez a jelenet, viszont nem egy softboxot használunk, hanem ugye amikor egy olyan szituációba találjuk magunkat, ahol mondjuk nincs elég fényünk, vagy nincs elég ablak, akkor mit tegyünk? Ugye ez a kérdés, hogyha voltál már ilyen forgatási helyzetben, te hogy oldottad meg? Itt vagyunk a másik setupban. Mondd el kérlek egy kicsit, hogy mit is alakítottunk át, hogy van ez.
Igen, hát ez az első ötlet, amit kitaláltunk, ugye a 600D az egy nagyon-nagyon erős fény, és használjuk a boom standet, felraktuk egy lanternel, aminek a hátsó részét úgy eltakartuk egyrészt, hogy ne legyen reflekció, a tükröződés az ablakban. Az előző jelenetben volt, és azért volt, mert direkt annyira lent hagytuk, hogy a behind the scenes-ben látszódjon, de amúgy, hogyha feljebb emeltük volna, ott sem látszott volna, de visszatérve ehhez, és a lanternek a takaróját, ami az aperture-nek a nagyobb lanternre is jár hozzá egy ilyen takarót, van egy ilyen nagyon jó reflektív felület, ezüstös felület, és ezzel még inkább a lantert ugye amúgy minden irányba megy ez a különbség a softboxhoz képest, és így, ami elmegy oldalra fém, azokat egy 45 fokos szögbe használjuk, és így a fill részt a másikra is egy kis derítés érkezik, és el tudjuk egy kicsikét ilyen dramatikusabb hatást érni, amúgy nekem ez jobban is tetszik, ugye az előző az egy nagyon homogén felépítés volt, ezzel a 45 fokkal és egy kis derítéssel el tudjuk érni, és nem égetjük ki a hátteret sem. Látsz-e bármilyen nehézséget? Miért használjunk csak egy fényt, amikor használhatnánk többet? Mi a gondolatod erről? Mindennek van pró és kontrája, és nagyon sokszor a büdzsé az, ami meghatározza, mert mindent is akarhatnánk, de én úgy gondolom, hogy ha látjuk azt, hogy mondjuk elértünk egy szintet, voltak alacsonyabb teljesítményű fényeink, és azt eladjuk, és a megkeresett, megspórolt pénzünkkel egy ilyet veszünk, akkor tudjuk így is használni, amit előbb ugye egy 3, illetve akár 6 fényes lámpás setupban is használtunk, és tessék, itt vagyunk egy softboxsal, két nagyon olcsó diffúzerrel, ami derít minket, és el tudjuk érni ezt a hatást. Jöjjön a kis behind the scenes-es bemutatás, hát itt egy jóval egyszerűbb setupunk van, hiszen ha megnézzük, ugye itt van a kamera egyik szöke, és egy boomon fent van lanternel a 600D, és a lantern hátával ugye így eltakartuk a felét, és nem tudom mennyire ég ki, de ugye ott reflektál, és ezek azok a derítők, amiket használunk, és ez ad egy jó kis feelt. És így néz ki a behind the scenes, szerintem mindent átbeszéltünk úgy, hogy jöjjön a következő jelenet, vagyis fénybeállítás. Igen, menjünk a következő setupra, ahol még ennyit se használunk, mint most, mert ugye itt azért felsetupoltunk egy lantert, meg van egy nagy boomálványunk, de mi van, hogyha ezt se használjuk, mert tök lusták vagyunk, én be is ismerem, hogy az vagyok, te is az vagy, nem? Igen. És ezzel megnézzük, hogy milyen megoldást tudunk elérni. Nyilván lehet megint az, hogy több fényt használunk, de visszatérve a 600D-vel akár azt is megcsinálhatjuk, hogy simán a plafonra felrakjuk, ugye bánszoljuk, diffúzáljuk, és gyönyörűen beteríti az egész jelenetet. És hasonló, mint az első, de ez egy ilyen nagyon kis, piszkos, egyszerű, gyors dolog, 3-5 perc alatt elvégezhető, és amúgy olyan helyeken, ahol nagy softbox nem férne el, mint konyha vagy fürdőszoba, ahol ilyen brutál rossz fények vannak, ott is nagyon jól lehet használni, simán csak bounce-olva, derítve, magyarul. Bocs a hanglisért. Meg is van a következő setup, egyszerű volt, és ha így indultunk volna el, akkor mennyire könnyű lett volna, milyen érdekes, hogy én is lusta vagyok. Mesélj egy kicsikét erről, hogy miért így oldod meg. Na igen, ebéd után is vagyunk, belefért az, hogy gyorsan együnk egy kis pincát, amit innen is nagyon köszönünk az Everlight-nak, meg hogy itt lehetünk, meg az eszközöket is, mert tök érdekes. És az is nagyon érdekes, hogy igen, semmi nincs most. Konkrétan még egy tölcsért sem tettem fel, ennyire lusta voltam, és mégis azzal, hogy így felmegy a plafonra és onnan bounce-ol, tudunk egy ilyen világítást elérni. Tényleg brutál erős a fény, és most puskázok. 70%-on van. És nagyjából így néz ki, simán csak felfele. Ott van. Nagyon egyszerű és gyors. Elég rossz idő van kint, úgyhogy mi lenne, hogyha átmennénk egy olyan szenárióba, amikor brutál napsütést csinálnánk, ugye téli időszak van most, úgyhogy csináljunk nyarat. Nézzük meg, hogy milyen, hogyha kintről besüt a nap.
Okay. A harmadik, hogyha szeretnénk magát a napot, ha már ennek neveztem el a videó címét, a napot kb. Modellezni, kivihetjük mondjuk a házból, vagy a szobából külsőleg valahogy az ablakon át, hogyha teljes erőből bevilágítunk, elhúzzuk a függönyöket, akkor egy nagyon szép szinematikus hatást tudunk elérni, és próbáld ki, meg fogsz lepődni, hogy mennyivel más hatást tudunk elérni, hogyha akár csak ennek használjuk. A harmadik szetten már nem magammal beszélgetek, itt ami érdekesség, de ezt majd ki fogjuk fejteni, az pedig az, hogy kívülről ott van a nap, ahogy mondtam, ugye egy télies időben, és meg akartam azt mutatni, hogy milyen az, amikor a 600 délrejét teljesen kihasználjuk, és mint hogyha kintről még egy napsütéses, nyárias időjárás érzetét tudjuk kelteni, de ehhez belülről is már egy nagyon profi setupot alakítottunk ki, ez a legjobb, de hogy miért beszélek többes számba és hogy van, velem van Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél, én biztos, hogy így nem tudtam volna kialakítani. Kezdjük onnan, hogy mi a te motivációd, miért ezt csinálod, amit csinálsz. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, köszönöm, hogy itt lehetek először is. Nagyon szeretem azt, amit csinálok. Nagyon sokrétű. Visszaigazolnak a megrendelők, vagy az operatőr, esetleg a rendező, hogy ez az, amit látni szerettek volna, és ez sikerült is, köszönjük szépen. Említetted ugye az eszközöket, és honnan jött neked, és miért az Aperture mellett tetted le a voksodat? Nyilván én elég sok időt eltöltök azzal, míg körülölelek egy-egy terméket, nagyon sokat olvasok róla, sok videót nézek, hogy valóban jó-e, vagy csak egy nagyon jó felépített videó, ami csak arra megy ki, hogy megvegye a felhasználó a terméket. De én úgy látom, hogy a jelenlegi piacon az Aperture az, aki az élvonalban van. Könnyedséget ad az, hogy egy darab lámpával, a többi rengeteg előtéttel sokkal több felhasználási területen tudok dolgozni, mint hogyha mondjuk lenne 10 különböző eszközön. Tehát ez az, amiért ezt választottam. A megbízhatósága, az IP védelme, a könnyű kezelhetősége, a modern technológiát ugye követi az, hogy CRMX rendszer, DMX rendszeren is lehet használni, ez nálam nagyon fontos, mert rettentő sokszor kell fényt váltani, és ez nagyon gyors beavatkozást igényel. Illetőleg ugye maga a lámpának a tudása, az a TLCI és az a CRI érték, amit tud, az meg nagyon-nagyon fontos az utómunka részében. Tehát, hogy itt nem csak azt kell nézni, hogy hogyan is mivel világítok, hanem mi van előtte, és ugye mi van az utómunkában, amivel még azzal segítek, hogy ezek abszolút színhelyesek ezek a lámpák. Én is így gondolom abban a kategóriában, amiben én mozgom, ha bár említesz olyan technológiákat, amik ugye a magasabb Aperture termékekben vannak benne, azt például ebben a digitális tartalomgyártós kategóriában szerintem egyáltalán nem használjuk ki, viszont az, amit a TLCI-ra, a CRI-ra mondtál, az tényleg nagyon jó, hogyha még valaki nem egy 600D, vagy most már ugye lehet akár C, vagy X, vagy a 300X, hanem az Amaran vonalon is van, hogy ugyanazt a megbízható és nagyon jó minőséget tudja kapni, bár szerintem rengeteg gyártó is van, aki jön a piacon, és az egy fantasztikus dolog, ha belegondolunk, hogy mondtad, hogy már több tizenhány éve vagy a szakmában? Most már 17. 17 éve, hogy mondjuk legyen csak 10 évvel ezelőtt, ennyire könnyen elérhetően egy sokkal nagyobb réteg számára ilyen technológia nem volt, és abszolút. Hogy belegondolunk, hogy sok-sok milliót kellett elkölteni, ami most mondjuk néhány százezerből vagy pár millióból elérhető, kinek milyen szinten, milyen kategóriában van, az fantasztikus, és szerintem itt térjünk át, hogy ez ugye a harmadik jelenet ebben a videóban, hogy álmodtad meg, én ugye annyit mondtam neked, hogy szeretném azt megmutatni, hogyha kívülről tényleg olyan, mint hogyha ebben a most november vége van, vesszük fel ebbe a téli hangulatba, egy picikét ilyen melegebb nyáriba menjünk át. Miket használunk, kérlek mondd el, miért, hogy állítottuk be? Vezess végig, légy szíves minket. Hát a jelenlegi lehetőségekhez képest azért azt ugye leszögezném, mert ezt azért még bőven lehetne cizellálni azért ehhez képest is, hogyha kicsit nagyobb eszközparkkal rendelkezni. Ez olyan, mint a Sagrada Familia tudod Barcelonában, hogy az sosincs kész. Ugye mindig lehet vele valamit csinálni, és biztos, mindig. Hogy lehet. Ami a rendelkezésünkre áll, ugye mögöttem van egy 600C, ugye ez az egyik fő fény, ami kint található,
Ugye ez hivatott most a napot az én fejem fölött kicsit jobbra imitálni. Ezt egy kicsit letekertük most 4600 kV-re, mert így ezt a melegséget így tudja úgy átadni. A te fejed fölött van egy 600D, ami az ellenirányban a napot csinál jelen pillanatban. Ehhez nekünk ugye szükségünk van erre a kis lanterna, ami egy 300X, ez egy icipicit visszaderít ugye föntről, illetőleg a két kis amaran az, ami még a derítés oldalról segít mind a két irányt visszahozni, ne legyen annyira kontrasztos, és egy kicsit mossa az árnyékokat az arcunkon. Amit ugye mondtál is, hogy ha már itt vannak, használjuk, mert ugye drága nagynéném mondta mindig azt, amikor átmentem hozzá kajálni, hogy csinálni ebédet? Persze, mondom, mit csinálsz? AV kaja, ami van, és most nagyjából, ahogy mondtad, én is ezt éreztem. Mi az, amit változtatnál? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nem AV kajácsunk, hanem bárhogy meg lehet ezen a helyszínen bármilyen eszközt használhatsz, még mit alakítanál? Keretanyagokat használnék, tehát mindenféleképpen legalább egy negyedes vagy egy feles gridet még tennék az ablakok elé, mert az egy sokkal nagyobb felülete, sokkal lágyabb, nem ilyen erős. Az iránya ugyanúgy megvan, tehát az értékét ugye be tudjuk állítani ahhoz képest, hogy ugye mi a belső érték. A bentieken nagyon nem változtatnék, mert ez tökéletesen elegendő ahhoz, hogy visszaderítsük az oldalakat. A kintire lenne egy kicsit szükség, hogy sokkal jobban betöltse a teret, és ne legyen ennyire látható, hogy világítva van. Szép ez így is, tehát abszolút össze lehet ezt azért húzni, de a nagy felületek a kulcs mindig ahhoz, hogy ez naturális maradjon. Mutattad az Instádat, és láttam ott egy nagyon király képet, amikor egy templomba voltatok? Igen. Egy templomban, és kívülről... Szent István templomba voltunk. Szent István templomban este, és tényleg olyan volt, mintha nappal szűrődne be a fény. Azt hogy csináltátok? Meg felrakjuk ide, Gábort kövessétek is be, az Instádat. Mi is az Instád? The Light Keepers Z-vel. The Light Keepers. És hogy az például, hogy oldottátok meg, hogy éjszaka? Hát az egy 10 kW-os Molbeam volt egy darus kocsiba. Ugye a Molbeamnek ugye pont ez a lényege, hogy egy nagyon fókuszált, tiszta fényt csinál, gyakorlatilag mint egy fejgép, és ennek ugye az a színes üveg, ami ugye a templom ablakában van, ugye ezt a hatást keltette, amit majd ugye meg is mutatunk majd. Nagyon király. Gábor, köszi szépen! Ahogy mondani szokták, ez most itt egy rap, annyira durvák ezek, nem? Írd le a véleményedet, hogy tetszik, és mondanom sem kell, az összes termék linkje, Gábornak a linkje is fent van, ja, és hát, hogy ennyire jó hangminőségben lehetünk. Hogyha nem láttad még a Sennheiseres vezeték nélküli rendszeres videómat, mindenféleképpen nézd meg, és hogyha a leírásba megnézed, van egy promókód is, amivel kedvezményesebben tudsz vásárolni, úgyhogy ezeket mindenféleképpen nézd meg, és akkor most... És nagyjából ennyi is. Remélem, hogy ezek a valós életbeli példák tudtak neked segíteni abba, hogy eldönts, hogy megéri ez az amúgy drága eszköz. Kérlek, mondd el nekem, kezdjünk el beszélgetni a kommentben, mert nagyon kíváncsi arra, hogy te milyen fényeket használsz, vagy minek örülnél, hogyha lenne, ami segíteni a kreátori folyamatodat. Amit nagyon szeretek az Aperture-ben, hogy milyen jó minőségű fényeket csinál, és persze árazás tekintetében van a Pro széria, amiben vannak olyan funkciók, amik legtöbbünknek nem is kell, van a Pro alatti, ami még mindig egy kicsit drágább, de azért elérhetőbb számunkra, hogyha például mi dolgozunk ezzel, és ott van a teljesen pénztárca barát Amaran széria, ami tök erős fényeket ad, nagyon pontosak is, és mindegyik ilyen, a 600D és az Amaran is. Bármelyik termékükre ránézünk, azt mutatja, hogy ez egy profi, megbízható fény, és a legjobb minőséget, prémium minőséget fogunk kapni, arról nem is beszélve, hogy egy nagyon király felhasználó élményt ad. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, és hogy egy kicsit betekintettél így a 600D-be, elgondolkozhattál azon, hogy van értelme beszerezned, hogy ezáltal egy magasabb szintű forgatási élményt tudjál biztosítani magadnak és másoknak. Minden link a leírásban van, tudod a like-gomb alatt, amit benyomhatnál, hogyha tetszett ez a videó, és hogyha valami furcsa módon még nem vagy feliratkozva, akkor kérlek nyomjál rá, a kis csengővel együtt, ugyanis rengeteg király tartalmam jön még, és nagyon remélem, hogy találkozunk valamelyik videóban, mondjuk ebben, vagy ebben. Klikkelj! Köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok!